Sziasztok, köszönöm szépen, hogy újra itt vagytok. Előre is bocs a hangom miatt, meg a kinézetem miatt, meg nem tudom, remélem azért normálisan fogok beszélni ebben a videóban, mert egy kicsit lebetegedtem, engem is elkapott ez a megfázós dolog, úgyhogy folyik az orrom, itt a zsepi, köhögök, szerintem lassan már lázas is vagyok, de igazából nem baj, mert ez az egész nem állított meg abban, hogy készítsek nektek egy új videót. Ugye nem sokára itt a Valentin nap, és korábban már voltak videóim azzal kapcsolatban, hogy például milyen ajándékkal vagy meglepetéssel készülj a párodnak. Mi lenne akkor, hogyha most egy kicsit beszélgetnénk az első randiról, illetve arra gondoltam, hogy én a személyes tapasztalataim alapján, személyes, illetve amiket így hallottam innen-onnan is megfogadtam és jól gondolom, mi lenne akkor, hogyha megbeszélnénk azt, hogy mit csinálj és mit ne csinálj az első randin. Szóval, hogy esetleg a mostani Valentin napot egyedül ünnepled, de szeretnél magadnak társat találni, és nagyon jól helyt akarsz állni az első randin, akkor maradj velem! A videó első felében összeszedtem 9 dolgot, amit mindenképpen érdemes, a második felében pedig szintén 9 dolgot, amit kerülj el egy randin. Na akkor nézzük, hogy miket is csinálj. Az első dolog, amit én mindenképpen elrontanék, mert ugye a mindennapjaim része, az a késés. Szóval érkezz időben. Tényleg tervezd meg a napodat, számolja a menetidővel, ha kocsival mész, gondolj a dugóra, ha busszal mész. Első látásra találkozol valakivel, és hogyha egyből késel, akkor az nem vet valami jó fényt rád. Második. Figyelj az első benyomásra. Na ez egy olyan dolog, amit nem tudunk megmásítani, nem tudunk kitörölni, nem tudjuk felülírni. Egyszerűen oda kell tennünk magunkat. Itt gondolok mindenre, korábbi videókban már beszélgettünk különböző kommunikációs formákról. Például, ha csak egy tekintetről beszélünk, vagy egy kézfogásról, vagy az első szó, amit kimondasz, ugye nyilván itt nagyon fontos, főleg, hogyha ugye egy pasival találkozol, és hogy milyen az a bemutatkozás, milyen, amikor megfogja a kezed és bemutatkozik, vagy köszön neked. Milyen a kézfogása, maga biztos, erős, milyen a hangja, milyen a testtartás. Legalábbis, ha nem is minden, de azért elég sok dolgot le lehet szűrni tényleg ebből az első 2 percből. Én nagyon oda szoktam arra figyelni, hogy hogyan fognak velem kezdet. Tehát, hogyha odaáll hozzám egy bármilyen macsó, borostás, jó kinézetű pasi, és úgy fog velem kezdet, mint egy döglött hal, akkor tudom, hogy őt megeszem reggelire. A harmadik az ápoltság. Kezdjük eleve ott a dolgot, hogy mondjuk másnaposan, vagy totál szétcsapva, vagy baromi betegen, mint például én most. Ne menjünk oda egy randira. A dolgok másik része pedig az, hogy tényleg figyeljünk oda az ápoltságra és a megfelelő higiéniára. Lányok, először is beszéljünk a sminkről, tehát hogyha elmegyünk egy randevúra, jó, nyilván ez is egyénfüggő, de nem mindegy, hogy milyen sminket választunk. Hogyha én felteszek egy baromi erős piros rúst, ekkora fekete tusvonallal és nem tudom milyen kontúrral és highlighttal, akkor nyilván annak is egy másfajta üzenete van, mint mondjuk egy olyan sminknek, ami épp hogy ez a no make-up make-up. Amit én is smink terén csajok javasolnék így tényleg Rebekából, az, hogy egy makulátlan alap, tehát hogy valami nagyon-nagyon szép alap, pici kontúr, lehet egy kis szájkontúr ceruda, de ne vastagon, ne durván. Itt van a Physicians Formulának egy nagyon jó folyékony rúzsa, egyébként most láthattátok az Instámon, ez most nem reklám a Physicians Formulának, de tényleg nagyon jó kis természetes színű, meg valami jó kis szempilla spirált, azt most hirtelen nem találtam meg, most a Chanel szempilla spirálját használom, ezt a legújabb új technológiásat, én mindig a szempilla hangsúlyra szavazok. De nyilvánvalóan egy smink nem lehet jó egy megfelelően ápolt arcbőr nélkül. És itt egyébként most nem csak a lányokhoz szólnék, fiúk, hanem tényleg tudom, hogy ti nem alapoztok, nem korrektoroztok jobb esetben, vagy nem is jobb esetben oké, tehát hogyha van valami, akkor én úgy vagyok, hogy el lehet feti, persze. Csak azt mondom, hogy igenis kell azért foglalkozni ezzel a bőrrel, mert fiúk, ti is vagytok hajlamosak arra, hogy elmetek egy randira, és jaj, fiúk vagyunk, nem foglalkozunk, pattanás itt-ott, baromi nagy, szinte már ki lehetne nyomni, nem foglalkoztok vele, hullaszáraz a bőrötök. Én, amit nagyon ajánlanék, az nem más, mint a Foreo Luna Mini 2, amit már nagyon sokszor láthatatok nálam, Instagramon, YouTube-on, meg tudom, hogy 1000 fele, de tudom, hogy ezt már sokan láttatok, illetve sok helyen, de nyilván nem véletlen. Én, amikor megkaptam a Foreo Luna Mini 2-t, tényleg őszintén mondom, nem gondoltam volna, hogy ez a kütyű ilyen jó. De gyerekek, ugye elmondom, hogy miről van szó, tehát ez így néz ki ez a szerkezet, lehet, hogy most éppen nem a leges-leges legtisztább, de azért igyekeztem. Tehát ő egy rezgős, igen, itt így rezeg, ő egy rezgős, mély tisztító, arc tisztító készülék. Tehát úgy működik, hogyha leszettük ugye lányok a sminket, teszünk valamilyen arc tisztítót még pluszba az arcunkra, és szépen körkörös mozdulatokkal elkezdjük megtisztítani az arcbőrét. A rezgés által sokkal jobban kijönnek azokból a pici részekből, a pórusokból, a kosz, a fagyú, a mindenféle, és ezáltal tényleg olyan lesz az arcod, miután ezt használtál, ezt a kütyüt, mint hogyha ilyen babapopsi, oké, de mint hogyha valamilyen ilyen mattító primert használna, mert tényleg annyira lepuhítja.
És ugye ebből nekem volt egy másik fajta készülékem, a fofó, azt is megmutattam volna most a videóban, csak képzeljétek, nem tudtam, mert a Dani elkobozta tőlem, mert neki is annyira bejött, úgyhogy ez most nála van Győrben. Tehát ezt csak azért mondom, hogy tök jó fiúk, hogyha ti is foglalkoztok azzal, hogy a bőrötök állapota és állaga sokkal jobb legyen, mert nagyon-nagyon fontos. És lányok, én enélkül tényleg nem indulok már el, nem hogy oké, randira, de hogy sehova nem indulok el, ahova mondjuk sminkelek, úgyhogy ezt ne használtam volna. A negyedik pont, amit mindenképpen csinálj, illetve amire mindenképpen figyelj oda, azok az illatok. Én imádom, hogyha egy pasinak jó illata van, és én imádom, amikor mondjuk megölelem, és utána rajtam marad az illata, vagy valaki máson megérzem, és ő jut eszembe, és egyszerűen ezt imádom, úgyhogy nagyon fontos a megfelelő illat kiválasztása. Én most itt hoztam pár parfümöt, amiket én így nagyon szeretek mostanában magamnak, vagy magamon. Ez a Marc Jacobsnak a Decadence, ez egy nagyon érdekes illat. Nem is keleties, de közben mégis valamilyen mély furi illata van, de közben édes, úgyhogy ez egy nagyon extra illat, ezt nagyon-nagyon szeretem. Akkor múltkor kaptam tesztelésre, és már hát nem majdnem elfújtam, de azért már jócskán fogyott belőle. Ez a Scandal by Night. Ez egy ilyen teljesen édes illat, de mindig, amikor ezt magamra fújom, mindig mondják, hogy mennyire fú, de jó illatom van. És van ez, ami most az abszolút kedvencem, és annyira régóta vágytam egy ilyen parfümre, ami ilyen nagyon erős és keleties. Ez meg a Tom Fordnak a Noir parfümje. Ugye tudni kell, hogy a Tom Fordnak nagyon sok unisex parfümje van, sőt, szerintem a többsége unisex. És ez is egy olyan darab. Ez meg egy ilyen nagyon keleties, kicsit ilyen füstölő hatású, de mégis van benne egy ilyen édes illat, és nem tudom, valamiért az én bőrömön így, ezt így nagyon szeretik, és így mindig akárhova megyek, fújok magamra kettőt, és mindenki mondja, hogy úristen, ez milyen parfüm, mert hogy ez valami hihetetlen. Szóval azt javaslom, hogy ti is válogassátok meg, illetve keressétek meg azt a parfümöt, ami legjobban illik a személyiségetekhez, és hát használjátok belőle. Oké, na fújjátok magatokat rommál, mert az a másik véglet, nem azt mondom, de azért nyugodtan lehet. Fontos, nagyon fontos a megfelelő illat, hogyha már jó az illata a pasinak, a csajnak, az már fél siker. Komolyan. Ötös, szájhigiénia. Legyen nálatok, ha nem is fogkefe, meg fogkrém, meg szájvíz, de legalább valami ütős rágó, tényleg jó, hogyha van nálatok. Tényleg nincs annál rosszabb, mint hogyha mondjuk elmentek valahova vacsizni, és esztek valami jó fűszeres kaját, aztán hazafele a sétába egy kicsit közelebb kerültek egymáshoz, és úgy érzed a hagymát, mondjuk hagymát amúgy ne egyetek, érzed a hagymát, vagy a fűszereket, vagy a burítót, vagy a bármi, szóval legyen nálad rágó sok-sok-sok, és adja csajnak, adja pasinak, hogyha arról van szó, de tényleg legyen nálad, mert ez nagyon-nagyon fontos. Nincs tényleg annál rosszabb, amikor üdi a szája. Öltöz, ahogy jól esik. Első randi, oké, nyilván, attól függ, hogy hova mentek, attól függ, hogy kivel randizol. Teljesen más, hogyha elmész randizni egy, színmű hallgatóval, mint hogyha egy üzletemberrel. Teljesen más, hogyha mondjuk elmész a Tokióba vacsizni, vagy hogyha valami romkocsmába. Szóval nyilván ezt hely és ember válogatja. De mindig figyelj arra, hogy önmagadhoz hülyen öltözködj, viszont azért legyél egy kicsit csinos, ez mégiscsak egy első randi. Viselj szexi fehér neműt, és ezt nem azért mondom, hogy úristen, egyből ágyba kéne bújnod a randi partnereddel, egyáltalán nem ezt mondom, csak nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én, hogyha mondjuk annó úgy mentem randevúzni, vagy az első találkozók egyikére, hogy tudtam, hogy valami bombaütős fehér nemű van alattam, akkor úgy megjött az önbizalma, nem tudom miért. Úgyhogy ez olyan kis plusz önbizalmat ad, hogyha esetleg bátortalan lennél. Nyomozd le, mielőtt találkozol vele. Itt értem ez alatt, nyilván mindenki ezt csinálja. Facebook, Instagram, barátoktól kérdezősködj, mindent tudj meg róla. Jó, azt nem mondom, hogy legyél egy stalker. Jó tudni, hogy kivel állsz vagy ülsz szemben, érted? A kilencedik, egyben utolsó csinálj dolog, pedig egy kicsit fura, de én mindig azt mondom, hogy legyen B-terved. Mi van, hogyha balul sül el randi? Akkor hogy mászol ki a dologból? Mi van, hogyha átinvitál még a vacsi után, vagy bárhol is vagytok még egy másik helyre? Hogy busz ki a szitu alól? Ilyenkor lehet, hogy mondjuk előzetesen beszélj meg valamit az egyik barátnőddel, barátoddal, hogyha írsz neki egy SMS, vagy küldesz egy bizonyos emojit, akkor hívjon fel, hogy para van, vagy gáz, vagy menned kell, vagy szépen csak így készülj fel arra, hogy zongorázod le majd a sráccal, hogy esetleg el akarsz menni, mert nem sikerült úgy a randi. És akkor jönnek azok a dolgok, amiket szerintem semmiképpen ne csinálj. Az első és legfontosabb dolog, amit szerintem mindenki hajlamos elrontani, legalábbis nagyon sok mindenki, az, hogy ne beszélj csak magadról állandóan. Nyilván
van, hogyha első randi van valakivel, akkor nyilván van benned egy kis drúk, vagy egy pici, valamilyen fokú izgatottság, vagy zavarban vagy, és ilyenkor hajlamos az ember ugye magáról beszélni. Nem baj, hogyha vannak csöndek, hallgassuk meg a másikat is, sőt, kifejezetten kérdezzük a másikat. Szóval nagyon figyeljünk oda arra, hogy ne csak rólunk szóljon a randi, és ne csak mi dumáljunk, és ne csak magunkról. A második pont pedig az, hogy bármilyen rövid idő alatt, bármilyen közel jutottatok egymáshoz, mármint így beszélgetésben, lelkiekben, ne kezd el azzal nyomni a srácot, hogy úristen, te családot akarsz, gyereket akarsz, házasság, férj, gyerek, kocsi, minden, egzisztencia, blablabla. Szóval ezt nem most. Három. És az egyik legfontosabb. Ne add oda magad könnyen. Jó, nyilván ez inkább a lányokra vonatkozik. Annyi olyan lány van, akit ismerek, aki egyből lefekszik a csávóval, és mondja, hogy de nem értem, hogy miért nem ír vissza, de nem értem, hogy miért terel le. Pedig én megértettem őt, beszélgettünk, és kedves voltam, és minden. Csajok, könyörgöm, legyen annyi öntudatunk, hogy tök jó csaj vagy, önálló identitás, vannak saját gondolataid, céljaid, terveid, legyél annyira tudatos, hogy nem fekszel le vele az első randin, de tényleg ne add oda magad neki, mert akkor beskatujázod magad abba a kis dobozba, skatujába, mindegy, most tényleg beteg vagyok, taknyom nyelem egyben folyik. Értitek, szóval akkor felteszitek magatokat arra a polcra, hogy azok a csajok lesztek, akit, ja, az megvolt, az majd bármikor jöhet, majd, hogyha akarom, akkor leveszem a polcról. Négyes, ne így le magad, de tényleg. Igen, mert de nem azt mondom, hogyha elmentek vacsorázni, persze meg lehet inni egy-két pohár bor, de ne rúgjatok be, főleg ne csináljátok azt, hogy mondjuk az első öt randin folyamatosan isztok, mert azért egy kicsit megmásíthatja a képet, szóval nyilván akkor, tehát, na, próbáljunk arra törekedni, hogy teljesen normális állapotban is tudjatok úgy elbeszélgetni, és úgy egy hullámhosszra kerülni, mint mondjuk pár pohár bor után. Nyilván mondom, nem vetem meg ezt a dolgot, csak azért tartsuk a határokat, mert egyszer például nekem volt egy olyan srác, akivel nagyon sokat randiztam, sőt, igazából jártunk két hónapot, nagyon cuki srác volt egyébként, egyem a szívét, de mindig csak úgy találkoztunk, hogy valamit iszogattunk, és így valahogy kicsit így jobbra emlékeztem, mint ami majd, amikor rájöttem, amikor már nem iszogattunk, hogy ez ilyen, akkor így nem. Szóval tényleg nem. Én elhiszem, hogy Instagram, meg fancy csajok vagyunk, meg Tokió, meg Bob, meg minden, de szerintem sokkal menőbb, hogyha egy csaj, hogyha beülsz, vagy beültök kajálni valahova, kérsz egy normális kaját, amit tényleg szeretnél. Mert szerintem annyira nem vonzó az, bár srácok, írjátok meg kommentben, hogyha tévedek, de olyan fura, amikor egy csaj magas sarkúba betipeg, leül, jaj, csak egy valamit kérek, egy kis salátát, meg éppen hogy csak egy kis garnélarákos kis izécskét, és jaj, többet nem lehet, mert fogyókúrázok. Én most nem azt mondom, hogy pacalpörköltöt kérjél, vagy dupla hamburgert, csak valahogy szerintem legyél önmagad ebbe is, szóval ne próbálj olyan képet festeni magadról, mint amilyen az Instán lehetsz amúgy. De mindegy, ebben ne menjünk bele, ezzel csak azt akarom mondani, hogyha étterembe mentek, rendelj normálisan, ne add elő magad, hogy te csak salátát eszel. De persze, ha azt szeretnél, oké, nem szóltam. A következő pont pedig, nem tudom, hogy ezt most tényleg felírtam, de nem mindegy, az a lényeg, hogy ne legyél vele túl személyes. Nyilván ezt is randi válogatja, hogy kiből mit hoz ki a másik, de még hogyha nagyon azt is érzed, hogy nagyon egymásra találtatok, és tényleg úristen, de jót beszélgetők, és megváltjátok ketten együtt a világot, azért a legeslegelső randin ne adj ki mindent azonnal magadból elsőre, mert nem tudom, lehet, hogy én vagyok a nem rossz májú, csak a nem is vagyok negatív, mert alapvetően egy pozitív ember vagyok, de azért szeretek vigyázni. És ezt tanácsolom neked is. A hetes pont is egy nagyon megosztó, méghozzá az, hogy ne beszélj az exeidről. Ez is tök érdekes, mert én például olyan vagyok, hogyha van valamilyen adott jelen helyzetbeli szituáció, amihez akarva, akaratlanul kapcsolódik egy olyan sztori, ami ex-szel kapcsolatos, vagy nem is sztori, de hogy szóba jön, akkor én nem fogok úgy tenni, mint hogy érted, az ördög lenne, és akkor úristen, vagy Voldemort, és nem mondhatjuk ki a nevét, hanem akkor én, hogyha van valami olyan, akkor én beszélek róla két szót, aztán tovább lépek, ennyi.
Viszont van olyan barátnőm is, akit tudom, hogy ő viszont ilyen direkt zsigerből kerüli az összes exes témát, és így hárít, és így nem akar róla beszélni. Nem tudom, hogy a kettő között hol van a megfelelő határ, én mondom, inkább ez az előbbi vagyok. Ugye az tény, hogy az első randin szerintem olyan nagyon mélyen nem kéne belemenni ebbe az exes témába. Nyilván, hogyha megkérdezi, akkor válaszolj rá szükszavon, de ne kezdjétek el boncolgatni, meg tényleg így egymás sebeit feltépegetni, téptesni, értitek? Ne jelöld be azonnal, könyörgöm, főleg lányok, tine, ne legyen az, hogy kiléptek a taxiból, vagy ha ott aludnálatok és másnap reggel, egyből bejelölöd, egyből írod, ne könyörgöm. Tudom, hogy már modernek vagyunk, és nem játszanak már úgy azok a régi játékszabályok, de azért várjuk már meg, amíg ő jelöl be, sőt, hogyha ő jelöl be, én azért mindig vártam egy-két órát, napot, meg hogyha írt, akkor ne írjon neki vissza először. Tudom, hogy ezek ilyen pici játszmák, amik később aztán már nem szükségesek, de az elején tök jó kialakítani ezeket a dolgokat, mert hogyha egyből bejelölöd, egyből írsz neki, egyből rommá lájkolod, akkor így odaadod magad neki, hogy tessék, itt vagyok, az akciálsz velem, amit akarsz. És szerintem ez nem jó, de egyébként, hogyha ezt keresed, akkor ez tök oké, tényleg, abszolút. A 9. és számomra legfontosabb pont, amit ne csinálj, az az, hogy ne játszd meg magad. Most nyilván nem direkt értem ezt feltétlen, hanem nyilván hajlamosak vagyunk az első randin a legjobb oldalunkat mutatni, ez egy teljesen természetes dolog, le akarjuk nyugodni a másikat, tényleg csak a legjobb dolgokat mutatjuk meg magunkból, viszont nagyon figyeljünk oda arra, hogy ha bármilyen témáról van szó, akkor ne feltétlenül azt akarjuk mondani, amit a másik hallani akar, hogy az ő szemében jó színben tűnjünk föl, még ha az nem is egyezik a mi véleményünkkel, hanem merjünk azért egy picit konfrontálódni, és hogyha konfrontálódunk, akkor magyarázzuk nekik meg, hogy miért így gondoljuk, mi a mi nézőpontunk, látáspontunk, mert ez később nagyon-nagyon vissza tud csapni. Hát igen, ez volt az a bizonyos videó, ami arról szólt, hogy mit csinálj és mit ne csinálj az első randin. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, illetve írjátok meg kommentben, hogyha van olyan dolog, ami tényleg az eszetekbe jut, és úristen, nagyon fontos, és nem mondtam, és szerintetek mindenképpen egy nagyon számottevő dolog, akkor ezt írjátok meg kommentben, mindenképpen el fogom olvasni, és majd válaszolni is fogok rájuk. Hogyha még nem iratkoztatok fel, és tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Általában minden héten van videó, de hogyha nem, akkor csak pár napot csúszok, úgyhogy mindenképpen érdemes velem tartani. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, sok puszi nektek, és tök jó valenti napozás meg minden. Sziasztok! Every